kreatív.hu-nak sikerült egy olyan címet adni egy írásának a héten, hogy gondolkodás nélkül kattintottam rá, mert az elmúlt egy hónapban folyamatosan arról beszélünk, hogy a kultúrára, a kulturális élet szereplőire hogyan hat a járvány, és mekkora bajban vannak színházak, kulturális intézmények, múzeumok, állatkertek, meg minden, és annak a cikknek, ami megjelent, annak az a címe, hogy a válság hozhat pozitívumot is a kulturális szektornak. Micsetics Mátyással, a Mitte Communications társalapító tulajdonosával, kreatív igazgatójával készült ez a beszélgetés, még jóval a válság előtt, de azért egy kicsit reagálva a helyzetre is adódik a kérdés, hogy hogyan is? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Segítsen nekem. Én elolvastam a cikket, de a hallgatóknak most ilyen tudom ajánlani, hogy olvassák el, mert megtalálható a kreatív.hu-n, de azért segítsen nekem, hogy mi jót lát a válság és a kulturális élet kapcsolatában. Itt elsősorban a cikkben a kulturális és művészeti intézményeknek a szemszögéből néztük meg a helyzetet. Ugye fontos tudni, hogy ezek a márkák, mert ezek tulajdonképpen márkák, és pont ezért fontos érzet, hogy ebben a helyzetben így vizsgáljuk. Egyfajta kommunikációs aktivitást folytatnak egyébként is. Kommunikálnak, sajtókommunikálnak, elérik a különböző csatornákon a fogyasztókat. És tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ezt a fajta kommunikációt érdemes átgondolni és újra struktúrálni, hogy egy újfajta minőségben tudjanak szólni a célközönségükhöz. Magyarul most a válság miatt és a kijárási korlátozások meg az intézmény bezárások miatt ugye mindenki az internetre, az online térbe volt kénytelen menekülni, visszahúzódni vagy előrelépni, és ezt a megszerzett ismertséget tudnák adott esetben kihasználni, ha lecseng a dolog? Így van, hiszen egyébként az online térben való kommunikáció egyébként is nagyon fontos és lényeges. És mi szeretünk erről gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a leghatékonyabban művelni. Hogy azt a fajta tartalmat, azt, amit ők képviselnek, azt a minőséget, hogyan tudják megosztani a célközönségükkel az online térben. És egyébként ez egy fontos kihívás. És ugye ezt a kihívást ez nem mindenki egyfajta módon ugorja meg. És mi sokszor azt látjuk, hogy van még fejlődési lehetőség, viszont ez az időszak tökéletes arra, hogy ezt egy újabb szintre emeljék, egy magasabb szintre emeljék ezt a fajta tartalomgyártást tulajdonképpen, mert itt arról van szó. Arról van szó, hogy van egy nagyon érdekes terület, és abból hogyan lehet olyan tartalmat csinálni, ami alkalmas arra, hogy ilyen fogyasztható kis darabokban az útjára lehessen küldeni a különböző csatornákon, Facebookon, Instagramon, vagy akár nagyobb terjedelmű tartalomként a saját weboldalukon. És igazából ez az igazi kihívás. Mondjon használható vagy követendő példákat, nyilván vannak, hiszen ez a válság az nem magyarországi, hanem globális válságról beszélünk, hogy hogyan és miképp tudtak jól reagálni intézmények erre a helyzetre? Igen, hát kézenfekvő megoldás, ugye ez a VR technológia, ez a virtuális valóság technológia, hogy ilyen 360 fokban körbejárhatóak, például kiállító terek, vagy akár ilyen technológia segítségével fel is lehet venni egyébként mini koncerteket is, tehát hogy tudjuk befolyásolni, hogy merre nézzünk, ez itt azért segíti a bevonódást. Egyébként a VR technológia is nagyon sokat fejlődött az elmúlt években is. Pont a válság előtt tettem egy látogatást egy magyar startuphoz, aki ezzel foglalkozik, és elképesztő érdekes dolgokat láttam. Tehát, hogy itt is van lehetőség, de természetesen ezen felül is vannak megoldások. Pont a VR technológiában már egyik legjobb megoldás, a Koreai Nemzeti Múzeumban láttam, mert ott valami elképesztő minőségben oldották meg, és ez egy olyan kiáltás volt, ahol ilyen különböző tárgyakat közelről is meg lehetett nézni, körbeforgatni, tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben még jóval pontosan készen adott volna az adott tárgyról, mint hogyha csak egy üveg mögül néztem volna. De természetesen nagyon sok más megoldás is van, például a londoni Tate Modern a gyerekeknek egy egészen elképesztő kis oldalt állított föl, ahol játékos módon lehet megismerni a művészetet.
ezek mind olyan részben virtuális megoldások, amik sokszor interaktívak is, ez nagyon. Ezt teljesen értettem, és azt gondolom, hogy a válság egyik hatása az amellett, hogy kettős kereszt maradj otthon, az lesz, hogy nem lesznek olyan szinten elérhető repülőjegyek se a világon, se Európában, amit egy hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt még meg tudtak tenni a polgártársak, hogy gombokért vásároltak repülőjegyet, és repültek el mondjuk Rómába megnézni egy kiállítást, vagy mentek el Bécsbe, vagy Európa legtöbb országába meglehetősen olcsón kiállítást nézni. A kérdés, ugye ez nyilván ennek vége lesz, hogy most mindenki ingyen bocsátja a tartalmát, meg a múzeumi anyagát, kiadványait az olvasók részére, de hogy a válság lecsengése után kénytelenek lesznek ezt pénzé tenni, hiszen mondjuk adott esetben nem lesz bevételük, mert hogy jóval kevesebben tudnak elmenni egy római múzeumba Magyarországról. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Személy szerint én azt gondolom, hogy ezt még sokáig nem érdemes fizetőssé tenni. Ebben a helyzetben az egy rossz gesztus lenne. Nyilván a válság még egy darabig el fog húzódni, ahogy mondja, teljesen igaz. Viszont ezek a megoldások elsősorban arra jók, hogy megszólítsák és bevonják, tehát bevonódjanak a lehetséges látogatók, egy kapcsolatot építsenek ki az adott márkával, az adott kulturális márkával, legyen egy akár egy napi kapcsolatuk vele, hiszen követi az Instagram, követi a Facebook oldalát, és egy ilyen bevonódott helyzetben történik meg az, hogy valaki, amikor már lehetősége van rá, akkor el fog menni, és ki fogja fizetni újra a jegyet, vagy bármilyen más programon részt vesz. Persze, hiszen önnek nem is az a feladata, hogy működőképessé tegyen egy múzeumot, hanem adott esetben felépítse a márkát, tehát önnek nem kell azon sakkozni, hogy honnan lesz bevétele, önnek legyen. Hát ugye mi sakkozunk azzal is természetesen, tehát azért a kommunikációs aktivitásoknak az a lényege nyilvánvalóan, hogy növelje a látogatószámot. Tehát valahol az a vége az egész folyamatnak. Csak én úgy látom, hogy ezek a különböző megoldások, amik közelebb hozzák az adott kulturális intézményt a célközönségéhez, ezek tényleg azért jók, hogy amikor vége lesz ennek az időszaknak, akkor aktív fogyasztók legyünk újból, és tényleg menjünk, és legyen kedvünk menni. Mondjuk, tehát kézbe tartjuk azt, hogy létezik ez a hely, és legyen kedvünk oda elmenni. Segítsen nekem, hogy a reklámiparra hogyan hatott egyébként a válság? Tehát kevesebb megrendelő van, kevesebb pénzt próbálnak adott esetben cégek reklámra költeni, vagy pont fordítva most próbálják meg adott esetben azokat a termékeiket eladni, amelyet lehet, hogy később nem tudnak, vagy most van a szezonja, mert most tudnak vásárolni adott esetben online az emberek. Persze, ez nagyon iparág függő. Bizonyos iparágok azok nagyon nagy veszteséget szenvednek, felvettek már most, uh-huh. Ez nagyon látszik. Nyilván itt elsősorban a turizmus, a vendéglátás, viszont vannak olyan iparágak, ahol meg home office-ból zavartalanul megy a munka, és azt látjuk, hogy ott még nem mondom, hogy leépítés van, hanem adott esetben ugyanúgy azonos erőfeszítéssel keresik a munkáját például. Tehát egyelőre még a pénz az megvan, tehát ugyanúgy áramlik az iparba? Vagy nem ugyanúgy? Igen, igen. Hát igen, illetve vannak nyilván olyan tőkerős cégek, amik már készülnek a válság végére, és nem leépítésben gondolkodnak, hanem úgy nevezett, tehát hogy előre menekülnek. Tehát az egy erős pozícióban akarnak lenni a válság után, és ezt most tudják megalapozni. Adott esetben azzal, hogy most keresnek munkaerőt, vagy azzal, hogy olyan stratégiai folyamatokat, amik mostanában picivel nagyobb lehetősége van mindenkinek, azt elvégzik.
életem egy bizonyos szakaszában volt rá lehetőségem, hogy egy reklámügynökség környékén dolgozzak, és akkor azért általában azt láttam, hogy az ott dolgozó 15-20 ember azért az meglehetősen gyakran leül a tárgyalóban, és adott esetben projekteken közösen mennek végig, mindenki részt vesz az ötletelésben. Nem tudom, hogy a home office az hogy hat a kreatív üzletágra. Nekünk abszolút pozitív tapasztalatunk vannak, tehát sokszor nagyon idő megy el az utazással, idő megy el olyan dolgokra, amiben nem is gondolnánk, és vannak ezek a konferencia rendszerek, amikkel le tudunk ülni. Pikpak 15 perces konferencia hívás van, amikor kicsit hosszabb, és sokszor át tudjuk beszélni a dolgokat. Mi ezt tapasztaljuk, hogy ez működik, ügyfelekkel is működik. Én workshop szerűen tudunk gondolkodási folyamatokat levezényelni gyakorlatilag. És akkor ott van 5 kamerát látunk a kameraképet a képernyőn, vagy amennyit éppen látunk. Meg tudunk osztani dokumentumokat, tehát látjuk egymás képernyőit, ha kell, abban közösen felhős dokumentumokról beszélünk, tudunk egyszerre írni akár. Tehát, hogy ez abszolút, mi pedig nem akadályunk. Látja a szakmát, meg annak produktumait, termékeit tetten érhető a kommunikációban a válság? Tehát adott pillanatban egy-egy termék, egy hamburger, egy üdítőital, egy divatcikk az reagál a kialakult helyzetre? Hát minden felelős már reagál a kialakult helyzetre valahogy. Ez látszik, tehát hogyha végignézi az ember a honlapokat, amik ugye picit egy hivatalosabb kommunikációs csatornák, mondjuk egy közösségi médiánál, ott látszik, hogy azért mindenki valamilyen módon erre reagál és kell is, hiszen az üzletek egy része bezárt. A mi figyelmünk elsősorban olyan üzletágokon van, ami az úgynevezett business to business, tehát az adott cégek közti kommunikációban, illetve ebben a kulturális márkaépítésre vagyunk igazán otthon. Például a kiskereskedelmi márkáknak mondjuk a kommunikációt kevésbé követjük nyomon, de nyilvánvalóan látjuk, hogy mindenki valamilyen módon reagál, meg próbál vagy profitálni, vagy túlélni az adott helyzetben. Csökkent például az utcai felületek ára? Tehát ha valaki mondjuk óriás plakáton vagy City Lighton akar hirdetni, akkor az most sokkal jobban megteheti, bár annak ellenére, hogy az összes óriás plakáton vagy City Lighton egyelőre az van, hogy kiárási korlátozás meghosszabbítva. Igen, hát egyrészt nagyon sokszor az is van, hogy ezeket a reklámfelületeket ugye nagyon előre kell foglalni. Tehát nagyon a kereslet. Uh-huh. Nyilván ez is változni fog, mert most mivel nincs új rendelés, sokkal kevesebb, ezért igen, ezek a felületek jobban elérhetőek, de ahogy mondja, kevésbé lényegesek jelenleg. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Misetics Mátyás, a Mitte Communications társ alapító tulajdonosa, kreatív igazgatója. Viszont hallásra! Viszont hallásra! 9 óra 47 perc, a reklámiparról beszélgettünk, meg arról az derült ki Misetics Mátyás szavaiból, hogy hogyan hathat a kultúra szereplőire a kialakult válság. Egyébként valóban ajánlom a hallgatók figyelmébe a kreatív.hu-t. A kreatív egyébként most a legfrissebb újságját azt nem nyomtatta ki, hanem online tette ingyen elérhetővé.